napon sajtos rólót fogok készíteni, aminek az alapja egy leveles tészta. Ezt megvásárolhatjátok a boltokban, de jobb szeretem saját magam készíteni, így lássunk neki. Szükségem van 25 dekagram lisztre, hozzáadok 130 ml vizet, 2 csipet sót, elkeverem a lisztet és a vizet. Elkezdem dagasztani a tésztát, ha ezt kézzel csináljátok, akkor ez körülbelül 10 percet fog igénybe venni. Dagasztógéppel körülbelül 1 percen belül elkészül a tésztátok. Elkészült a tésztánk. Kis labdacsot formáltam belőle, a tetejét pedig bevágom kereszt irányban, még jobban lazuljon a tésztánk. Letakarom egy konyharuhával, és minimum 15 percre hűtőbe fogom helyezni. Második lépés a vajas tésztának az elkészítése. Szükségem van 25 dekagram vajra, melyhez hozzáadok 5 dekagram lisztet. Ezt összedolgozom. A vajas tésztát ráhelyezem egy folpakra, ráhajtom a folpak másik felét, és a kezemmel egy 10-20 cm nagyságú téglalapot formálok. Behelyezem hűtőbe minimum 20 percre, hogy visszadermedjen a vaj. Pihentetett tésztát egy lisztezett nyújtódeszkára helyeztem, és kinyújtom körülbelül 30x30 cm nagyságú négyzetre. Jobb oldalára helyezem a vajas tésztát. Hűtőből most vettem ki, ráhajtom a tésztánk másik felét, és újra kinyújtom. Elkezdem hajtogatni a kinyújtott tésztánkat. Először jobbról, majd balról, alulról, majd fölülről. A hajtogatott tésztát egy tányérra helyezem, és 15 percig fogom pihentetni a hűtőben. Ezt a hajtogatást még kétszer meg fogjuk ismételni. Kezdhetjük a második hajtogatást. Kivettem a hűtőből a tésztát, és ugyanolyan helyzetben van, mint ahogy az első nyújtáskor hagytam. Kinyújtottam körülbelül 40x40 cm-re a tésztánkat, és nem forgattam nyújtás közben, újra hajtogatom, és közben a maradék lisztet lesöpröm a kezemmel a tésztáról. Először jobbról, majd balról, balulról, söprögetés, majd fölülről. Újabb 15 percre behelyezem a tésztánkat a hűtőbe pihenni, és ez idő alatt pedig hozzálátok a krém elkészítéséhez. Amíg pihen a tésztánk, elkészítjük a sajtróló tölteléket, amely egy főzött krém lesz. Szükségem van 2 deciliter tejre, ebből körülbelül 1 decilitert öntök a fazékba, hozzáadok 2 dekagram keményítőt, ezt még hidegen elkeverem, hozzáadom a maradék tejünket, majd az egészet felforralom. Kezd sűrűsödni a tej, hozzáadok 2 csipet szerecsendiót, 1 teáskanál sót, 1 pár csipet fehér borsot, 10 deka reszelt trapistát, 10 dekagram sajtkrémet, és hogy egy kicsit karakteresebb legyen az íze, én nagyon szeretem a tejszínes turmát, ebből is hozzáadok 1 teáskanálnyit. Jól elkeverem a hozzávalókat, majd végül hozzáadok 1 tojás sárgáját, ezzel is elkeverem. Nem főzöm, csak hagyom, hogy egyet rottyanjon. Lehúzom a tűzhelyről, és hagyom hűlni a sajtkrémünket szoba hőmérsékletűre. Következik a harmadik nyújtás. Hajtogatott tésztát újra hűtőszekrénybe helyezem minimum 15 percre. A
rolók sütéséhez 12 mm átmérőjű tiplifát vágtam fel 10 cm-es darabokra. Ilyen bármelyik barkásboltban kapható, de vásárolhattok külön erre a célra gyártott sütőhengereket is. Az utolsó nyújtás következik. A 25 dekagram lisztből készült vajas tésztának én a felét fogom most csak felhasználni. Ketté vágom a tésztánkat, sütőpapírra helyezem, becsomagolom, és berakom a mélyhűtőbe, és amikor majd szükségem lesz rá, akkor majd előveszem előtte körülbelül egy órával, és újra elkészítem a kívánt süteményt belőle. A maradék tésztát megpróbálom körülbelül 1 mm vastagságúra kinyújtani. Pizzavágó segítségével levágom a tésztának a széleit, és egy 30x30 cm-es négyzetet fogok így majd kapni. Körülbelül 2 cm nagyságú csíkokat vágok. A korábban elkészített kis hengereket enyhén bezsírozom. Olajat is lehet természetesen használni. Egy kicsit meghúzom a tésztánkat, ez most körülbelül egy ilyen 2 cm x 15 cm, és feltekerem a hengerünkre. Belehelyezem egy sütőpapírral bélelt tepsibe, úgy, hogy az alsó része, a vége, az alulra kerüljön. Jó? Kicsit meghúzom a tésztát, elkezdem a feltekerését. A rólok tetejét meg fogom kenni egy darab tojássárgájával, amihez hozzáadok egy evőkanál tejet. Kétszáz fokra előmelegített sütőbe helyezem a rólókat, és körülbelül 10-12 perc alatt fogom aranybarnára sütni. Kihűlt a sajtkrémünk, hozzáadok 10 dekagram vajat, és elkeverem. A sajtkrém elkészítésénél a hőmérsékletre figyelni kell, tehát nekem a sajtkrémem szobahőmérsékletű volt, és a vaj is. Az elkészült krémünket egy nyomózsákba helyezem. Ennek segítségével fogom majd megtölteni a hengereket. A hengerekről lehúzzuk a langyosra hűlt tésztánkat, és hagyjuk teljesen kihűlni. Elkezdem tölteni a tésztánkat két oldalról. A megtöltött sajtos rólók végét reszelt trapista sajttal díszítem.